Magyarországon már több mint 2 millió hektár erdő van. Milyen az erdőgazdálkodásnak a gépesítettségi szintje? Mi úgy látjuk, hogy vannak nagyon jó állami erdészetek is, ugye az állami erdészetekhez 1,2 millió hektár tartozik, körülbelül 800 ezer hektár tartozik a magánerdőgazdálkodási szektorhoz. Úgy látjuk, hogy egyes állami erdészetek jó nyugati színvonalú gépesítéssel rendelkeznek, viszont úgy látjuk, hogy a magánszektor különösképpen el van maradva. Van erre egy statisztika, erőgépekkel körülbelül egy 20-25 éves korosztályt tudhatnak magukévá a magánerdősök. Úgy gondoljuk, hogy ebben a szegmensben nagyon sok a lemaradás, és itt nagyon sokat kellene pótolni. Milyen típusú munkákat lehet gépekkel végezni egy erdőben? Ugyanúgy, mint nyugaton is, akár az amerikai, akár a skandináv vidékeket, vagy a nyugat-európai vidékeket, hogyha nézzük, lehet mondani, hogy a kitermeléstől kezdve a telepítésig szinte teljesen kellett kerülni a kézi munkaerő felhasználást. Erre megvannak a összetett gépsorok is. A skandináv vidékeken különösen érdekes ugye a harvester és forwarder technológia, ahol nehéz terepviszonyok között kell kitermelni az erdőt, és itt is nem tarvágásra történik általában a kitermelés, hanem szállalóvágást végeznek. Abban az esetben az egészen kicsi harvester fejeket is fel lehet rakni a darukra, ezáltal szinte teljesen ki tudják küszöbölni a kézi munkaerő felhasználást. Kell hozzá egy traktor, speciális célgép, amivel a traktorfülkéjéből akár mínusz 20 fokos időjárásnál is meg tudja oldani a kezelő a fáknak a kivágását. Milyen típusú gépeket mutattak ma be itt az érdeklődőknek? A mai napon a Valtra N-es és T-szériás traktorait hoztuk el, erdészeti százhúzót, kiközelítőkocsit és egy darut a kiközelítőkocsira szerelve, valamint hoztunk egy kardánhajtású ágaprítógépet, és álló bebotaton keresztül megmutattunk egy grédert, egy útkészítő grédert, valamint a teleszkópos rakodónkat hoztuk el. Itt vagyunk egy előgép mellett. Milyen jegyek utalnak arra, hogy ez erdészetben használatos? A Valtra alapkivitelben egy tiszta hasaljú traktor, nincsenek alkatrészek a hasalján, ezért is szeretik nagyon az erdészek, valamint láthatjuk az erdészeti abroncsozást, és a többi traktormárkához képest nagyon jó a hasmagasságunk, mint elől, mint a hátsó tengernyel. A fülke hátsó részén láthatjuk a Twin Track hátramenti kormányzást. Az ülés megfordítható 180 fokban hátramenti irányban, valamint a hátsó ablak az polikarbonát plexi kialakítású, így a felcsapódó gajak, ágak nem fogják kiütni az ablakunkat.